Megérkezett Venezuelába az első nemzetközi humanitárius segély kedden. A szállítmány gyógyszereket, orvosi felszereléseket és áramfejlesztőket is tartalmaz. Ebben a nyugat-karakaszi kerületben, Kátiában sok gyereknek megfájdult a hasa korábban, mivel nem jutottak tiszta vízhez. Mostantól maguk fertőtleníthetik az ivóvizet tablettákkal. Azt gondoltuk, soha nem fog megérkezni ez a segélyszállítmány, mondja ez a nő. Nagyon hálásak vagyunk érte, és reméljük, hogy továbbra is támogatnak majd bennünket. Nagy szükségünk van rá, a gyerekeknek is nagy szüksége van rá. A venezuelai kormány a múlt héten engedélyezte a nemzetközi humanitárius segélyek beszállítását az országba. Februárban még fegyveres összecsapás alakult ki a határokon, amiatt, hogy az ellenzék által kért amerikai segélyszállítmányokat az ország elnökéhez, Nicolás Madurohoz hű fegyveres erők nem engedték be Venezuelába. Por la buena, sí.